Hét évvel ezelőtt indult el a középkori templomok útja, mint tematikus útvonal, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket. A középkori templomok útja az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött és bővült. Mára az egyik legjelentősebb fejlődési a bíró turisztikai termék lett a térségnek. Ezt Sesták Oszkár 35 perc című műsorunkban. Itt van viszonylag a mai Magyarország területén a legnagyobb számban középkori örökségünk, és a torok természetéből a dolgok, templomok, szakrális műemlékek, szakrális örökségek ráadásul. Ugye a határ még nem volt, amikor a török dúlta az Alföldet, tehát ezek az örökségek átérnek kárpát jára, illetve a Parcium területére. Ezért ad volt az a hát, adottság is, hogy ezeket az útvonalakat átvigyük a határon, és ilyen módon láttassuk a világgal, Magyarországgal, a magyar érdeklődő közönséggel, hogy ezek egy kulturális, egy történelmi örökséghez tartoznak. A tematikus út 64 középkori templomot kapcsoló hálózatba, nagy részt a reformáció során reformátussá lett templomokat. A 2017-es év nagy fordulatot hozott, hiszen a tündérmező örökség középkori templomok útja a felső Tisza vidéken, a Magyar Turisztikai Ügynökség által kírt pályázaton első helyezést ért el, és így kiérdemelte a legígéretesebb kulturális destináció címet. Ennek köszönhetően európai szinten is megismerheti a közönség a tematikus utat. Sesták Oszkár hozzátette, az édendíjnak köszönhetően még nagyobb pályázati programban kapcsolódnak be a középkori templomok útjába. Egy brüsszeli pályázatra is beneveztünk ezzel a díjjal, a figyelemfelkeltéssel, a média megjelenése egyébként egy szerény mértékű, de reklám megjelenés is a tartalmazott a díj, amely révén tudjuk a hazai médiafelületeken ezt a örökséget. 2018. januárjában egy magyar-román együttműködés keretein belül egy koncepciós pályázat is beadásra kerül, illetve még ebben az évben elbírálásra kerülhet az a program, melynek révén újabb templomokat lehet bekapcsolni az útba.